Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás március 20-áig. Itt, ezen a képen látható egy férfi, és itt vannak nehézségek, problémák, kihívások, mások támadják őt, neki védenie kell magát. Ez lehet a te lelki társad is. Amennyiben egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen. Az érmék jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, a belső értéket is. A háttérben látható a növekvés, itt kivirágzik valami, lesz nyeresség, itt megvannak az értékek, de mindez a hátad mögött van, tehát te ezt nem látod, mert nem vagy annak tudatában, hogy te is értékes vagy, és tudsz nyújtani valamit. Még vannak korlátozások nálad is, feszültségek, nehézségek, és pontosan így érzed magadat, hogy nem tudsz előre lépni, mert ott van mögötted ez a kerítés, és ez szimbolizálja a félelmeket, a bizonytalanságokat, és ezeken a negatív érzelmeken kell, hogy áttedd magadat. Jelenleg tekints befele, és akkor felfedezed a hold energiáját. És a hold utal az érzelmekre, a vágyakra, a reményekre, az álmokra. Nem csak nálad van akkor ez így, hanem nála is, hiszen ez a férfi álmodik, álmodozik rólad. De nincs könnyű helyzetben, hiszen itt látható az igazságtalanság. Ez lehet egy bírósági ügy is, hiszen megjelenik itt Justícia istennő, és ezt szimbolizálja. Itt ezen a képen az egyik gazdag, a másik kap ebből valamit, a harmadik figyeli az eseményeket, és nem kap semmit. Az jelentheti azt is, hogy valaki kihasználja őt, vagy valaki kihasznál téged. Itt fontos újra a belső egyensúly. Amennyiben bírósági ügyről van szó nálad vagy nála, az hamarosan lezárul. Ő kezébe veszi a dolgokat, de mielőtt közeledik hozzád, még odafigyel valamire, vagy átvizsgál valamit. Mindkét kártyán a bot látható, ami utal a tűz elemére, az ő bátorságára, a szenvedélyekre, de nem csak ezzel a tüzes szenvedéllyel közeledik hozzád, hanem átnyújtja számodra ezt az aranyi kelyhet, ami szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát kimutatja az érzelmeit. Itt ez a kép utal a munkára, a munkahelyre. Első látásra úgy tűnik, hogy ez a fiatal férfi itt egy diák, és a másik két személy figyeli, vizsgáztatja őt, és úgy tűnik, mintha ők lennének a mesterek. De ha megtekintjük ezt a kártyát, akkor látható itt a képen, hogy ez a fiatal fiú itt egy mesteri alkotást mutat ennek a másik két személynek. Ez utalhat a te munkahelyedre, vagy az ő munkahelyére, mégpedig azt jelenti, hogy jól dolgoztok, megvan a tudásotok, megvan a tehetségetek, de nem kaptok elismerést. És mások figyelgetnek téged, vagy őt, az is lehet, hogy irigyek rátok, és mivel ez a helyzet, itt megjelenik mellette a halál, aminek egy szimbolikus jelentése van. Vagy lezárul ez a helyzet, mert ő védi magát, és mert te tudatában leszel a saját értékeiddel, és kimondod a véleményedet.
De az is lehet, hogy ez a halál lezárja ezt a munkahelyet, vagy ezeket a kapcsolatokat, és lesz egy új kezdet, amire itt ez a római 10-es szám is utal, hiszen jelenti azt, amikor egy új periódus kezdődik az életben. Itt lesz egy új kezdet, az érmék jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, de a képen látható a család is, és akkor az érmék jelzik a belső értékeket. Itt ez a kép a halál, és Justícia istennő, az jelenthet egy örökösödési ügyet is, ahol itt igazságtalanságok vannak, vagy lesznek. Ami a párkapcsolatot illeti, ami a szerelmet, az érzelmeket illeti, itt jól alakulnak a dolgok. Ő most befele fordul, hiszen itt vannak fájdalmas emlékek. Ez a három kehely összetörött, folynak a könnyek, és ez utal a múltra. Jelen pillanatban megvan nála ez a tartás, visszahúzódó, elgondolkozik a múlton, és tervezi a jövőt, ami itt a háttérben látható, ez a két kehely. És a kehelyek szimbolizálják az érzelmeket. Ez a maradék két kehely utal rád és őre. Lesz itt közeledés, találkozás, átnyújtja számodra ezt a kelyhet, amit ez a király is jelent, kimutatja az érzelmeit, és itt van a hold, szimbolizálja szintén az érzelmeket. Itt megvannak a vágyak és az álmok, ő álmodik, álmodozik rólad. Hamarosan lesz itt egy találkozás, és itt van a szerencse. Azon kívül ez a kerék, az utal a sors kerekére, itt lesznek sorsdöntő változások. Közeledik hozzád, itt újra látható, hogy átnyújtja ezt a kelyhet, ugyanúgy, mint itt ezen a képen is látható, ami azt jelenti, ő közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, megvannak a vágyak, az álmok, a remények, ő szeret téged, de te ezt nem fogadod el, hiszen itt látható a tartásod. A képen ugyan egy fiatal férfi látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és mutatja a te zárkózottságodat, vagy nem bízol benne, vagy nem veszed észre, vagy vannak félelmek elfogadni ezeket az érzéseket, hiszen félsz attól, hogy egy idő után elveszíted őt. De vedd kezedbe ezt a kardot, és vágd el ezeket a félelmeket, hiszen ő jó indulattal közeledik hozzád, és megbízhatsz benne. Amit ez a kártya még jelent, hogy itt döntésekről lesz szó, és kommunikációról, hiszen a kardoknál mindig a levegő eleméről van szó, és az szimbolizálja a kommunikációt. És itt érzelmekről fogtok beszélni. Ő nyílt lesz hozzád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!